Vagyontárgyai esztétikus védelmét bízza a magyar termék nagydíjas Steelvent kerítésekre és kapukra. Automotor és Tuning Show. 9 rendezvény csak egy belépővel, amelyel akár egy kabriót is nyerhetsz. Itt a helyed. Március 21-től 23-ig a Hung Expo-n. Minden info az amts.hu-n. Kedves nézők, üdvözlöm Önöket a garázsban, egy olyan kiállításról, amely 110 ezer négyzetméteren 250 kiállítóval várja a nagy érdeműt, és amelyen 65 sajtótájékoztatót kísértünk figyelemmel, hogy Önöknek minél gyorsabban és minél érdekesebben számolhassunk be ez a 84. Genfi autószalon, amelynek megismerését ma folytatjuk. Tartsanak a garázsban! A Honda kiállítói területén számunkra igazániból egy nagyon fontos modell van, ami ráadásul egy sportkocsi, az új Type R. Én ettől nagyon boldog vagyok, hiszen ha a jövő tisztának tűnik, akkor talán lesz egy újabb versenyautó, amivel majd pár év múlva versenyezhetek. De szerencsére van itt olyan utcai autó is, amit nem régen hoztak a magyar piacra, erről majd János beszámol, és hát ugye főhelyen kiállítva az új kategóriás, új VTCC túrautó, világbajnoki autó, amelyen, mint tudjuk, Mielis Norbert is fog majd versenyezni, ha eljutunk odáig, hogy végre szerencsétlent hagyják és beleülhet a saját autójába. János, először az utcai autó, a kombi. Hát az most mutatkozott be ugye Magyarországon, igazából sok érdekes szerintem nincs benne, csak az, hogy egy 630 literes csomagtartó. Ugye eddig is egy nagyon praktikus autó volt a ülés megoldásával a Civic, most ugye ez egy hatalmas csomagtérrel kiegészült, szerintem Magyarországon sikeres lehet, de hát nekem is azért fontosabb, hogy ott áll mögöttünk egy Civic Type R. Ugye itt érdekesség, hogy a 2 literes turbomotorban sem egyeztünk egy ideig, most már bejelentették, hogy ez lesz. Viszont az, hogy hány lóerős még mindig nem tudjuk, 280 minimum, ez is egy érdekes fejlemény. Én azt gondolom, hogy 300 alatt már nincs esélyük, hiszen már minden gyártó 300 környékére pozícionálja ezt. És hát igen, itt a VTCC autó is, ami szerintem ez csak hasonlít rá, mint ami az idei lesz. Egy szélesített Civic Custit idehoztak, ugye a maga a prototípust a Le Castellébe megy a Paul Ricard versenypályán, és hát nem így néz ki. Én amit legalábbis láttam kémfotokat, azon nem egészen így néz ki, hasonlít tényleg. Kíváncsi leszek, mit fog tudni, hogy ott a Citroennel elég szép párbaj fog kialakulni. És hát én is nagyon reménykedem, hogy egyszer egy hasonló formájú rally autó is lesz, amivel végre mehetsz egy nagy autók ellen. Úgyhogy érdekes a stand, de igazából én kicsivel többet vártam. Nagyon fontos kérdés, azt gondolom, hogy a Honda rajongóknak is, és hát ha tudsz rá válaszolni te, mint szakértő, hogy a Honda, aki a VTEC technikára, a szívómotorra, mindig is a szívómotorra esküdött, miért volt hajlandó mégis hagyni azt, hogy a világ mozgása gyakorlatilag rátelepedjen, és az új Type R turbomotorra jöjjön? Hát egyrészt ugye downsizing, bár akkor 1.6-os turbónak kellett volna lennie. Szerintem alapvetően egy 2 literes szívómotorral lehetett volna felszerelni, az meg nyomaték szegény egy új turboshoz képest. Tehát azt a rugalmasságot sose tudták visszaadni, pont ebbe a versenybe már egy ideig ugye úgy álltak, hogy Civic Type R van és mindenki szereti, de hát nem megy úgy. És ugye emiatt kénytelen volt meghúzni a Honda, ugye őnekik vannak azért Form 1-ben elég szép turbos hagyományaik, tehát nem hiszem, hogy rossz lesz. Én azt gondolom, hogy a VTCC-ben szánt motoruk is jó lesz már idén, tehát arra most már nagyon odafigyeltek. És szerintem ez egy jó húzás, remélem Sperdifi lesz benne, remélem, hogy nagyon komoly futómű is vég lesz benne, de most már nekik ezt meg kell húzni, úgyhogy jó autó lesz, remélem. A Ford az idejében is szokásához híven rendkívül sok újdonsággal készült a Genfi autószalonra. Talán a legizgalmasabb ezek közül a mögöttem látható gyönyörű, szép, elképesztően dögös citromsárga Mustang. Ugye Mustang globális modell, és Amerikában az idei év végén, Európában pedig a jövő év elején, tehát Magyarországon a hazai kereskedésekben is jövő év elején már megtekinthető lesz az a modell. Ami nagyon fontos, hogy az 5 literes V8-as motor mellett
elérhető lesz egy 2.3-as EcoBoost motorral is. Ugye sokan kérdezték azt, hogy vajon hozzá majd azt a klasszikus Mustang hangot, sportosságot, mint amit a V8-as produkál. A jelek szerint igen. Ugye a Focus ST-ben, Fiesta ST-ben bemutatkozott úgynevezett ilyen Sound Symposer-nek köszönhetően, ugye felerősítik a motorhangokat, és kívül belül ugyanazt az életérzést fogja kínálni. Viszont minden idők legletisztultabb Mustangjáról beszélünk. Soha nem volt még ennyire prémium a Mustangnak a kidolgozottsága belülről, hiszen ugye az a cél, hogy bármelyik európai sportautó mellett megállhassa majd a helyét. Igazából arra számítunk egyébként, hogy nagyságrendileg az előzetes jelzések szerint kb. Már 20 000 darabot el tudnánk adni az első évben Európában a modellből, amit nem fogunk tudni kielégíteni, hiszen nagyjából olyan 8 000 darabos allokációnk lesz, úgyhogy valószínűleg sorba fognak állni a kereskedéseknél ezeknél az autóknál. Ami egyébként érdekes, mert nem minden kereskedésben lesz kapható az autó, hanem idei év végén indítja el a Ford az úgynevezett Ford Store koncepcióját, kicsit az Apple-höz hasonló koncepció. Néhány kiemelt kereskedés lesz az, ami a Mustangot, az Edge-et, ami szintén a szalonunk egyik nagy meglepetése, illetve a Vignale nevezetű prémium koncepciót kínálja majd, és csak ezekben a kereskedésekben lehet majd ezeket a modelleket kapni. A szalon a Ford számára talán ennél is fontosabb újdonsága az új Focus, ugyanis tudni kell, hogy az elmúlt két évben a Focus a világ legnépszerűbb autójának bizonyult. Tavaly évben 1,1 millió autót adtak el világszerte ebből a modellből. Európában kicsit több mint 350 ezeret, Ázsiában 430 ezer körül, Amerika szintén olyan 260 ezer, nagyság és a maradék az Dél-Amerikában került értékesítésre, tehát egy valóban sikeres globális modell. És a Ford ígérete az az, hogy a világ legnépszerűbb autója még jobbá vált. Ránézésre látható, hogy dizájn szempontjából mindenképp még intenzívebb, még impozánsabb lett a modell. Kicsit megkapta ugye az év végén érkező új Mondeónak a formavilágát. Ezen belül viszont a motorizáció tekintetében is érkeznek újdonságok. Ebben az autó mutatkozik az 1.5-ös EcoBoost motor, ami az 1.6-os EcoBoost motorunkhoz képest még egy nagyjából 10%-os üzemanyag hatékonyságot tesz lehetővé, illetve számos technológiai újdonságot is tud az autónak. Annak idején ugye az új Focusban mutatkozott be az összes vezetéstámogató rendszer, aktív biztonsági rendszer. Ezek továbbfejlesztései például a Focus legnagyobb érdemei. Például most már nem csak párhuzamos, hanem merőleges parkolásra is képes lesz az autó, illetve jelzi nekünk azt, hogyha forgalom van az úton, tehát automatikusan megáll az autó, és nem tolatunk vagy parkolunk ugye a keresztirányú forgalomba bele. Ezen felül pedig például az alacsony sebességű ütközések körül rendszer, ami idáig 30 km per óráról fékezte nullára az autót, az most már 50 km per óráról tudja ezt. Az említett Edge szintén egy nagyon-nagyon impozáns modellje a standunknak. Ez ugye gyakorlatilag egy SUV offenzívát jelez a Ford részéről. Ugye a Kuga elképesztő népszerűnek bizonyult már az elmúlt években Európában, olyan szinten, hogy tavaly növelnünk kellett a gyártókapacitás, hiszen nem tudtunk eleget gyártani belőle. Ez gyakorlatilag a középkategóriás crossoverünk. Ez alatt mutatkozik be majd jövő évben Magyarországon is az EcoSport nevű modellünk, az Edge pedig ennél egy nagyobb méretű crossover, és gyakorlatilag már a prémium szegmens ügyfeleit célozza. Amerikában ugye az Edge korábbi generáció, illetve Ázsiában is értékesítésre került, és ott egyértelműen az volt a visszajelzés, hogy prémium gyártóktól hozott el ügyfeleket a Ford számára. Igazából ez az a modellünk, ami már egy belépő a prémium kategóriába, úgy, hogy továbbra is ugye az élesebb néprétegek számára igyekszünk autót gyártani. Az elmúlt években a BMW kiállítási területén minden mindig egy színben volt, most végre eljutottunk odáig, hogy nem, újra színes minden, sőt, a két új bemutatkozó M modellnek olyan színe van, amely gyakorlatilag ide vonza az ember tekintetét, nem is voltam hajlandó másról beszélni, csak az új M3 és az új M4 előtt. Először erről kérdezem Janit, aztán pedig majd eljutunk odáig, hogy vannak itt olyan modellek is, amely talán a tömegek számára is elérhetőek, hiszen ezek nem azok. Hát ez a legfontosabb újdonság nekünk, vagy nekem inkább úgy mondom, és Walter Csabinak. Ő már hát vezethette az M4-et, nem is olyan régen. Azt mondta róla, hogy nagyon jó kocsi. Ugye annyi a váltás, hogy a legfontosabb váltás, hogy a régi V8-as 4 literes szívó motort, azt lecserélték, kidobták a kukába, és most már újra 3 literes, 6 hengeres turbomotor van benne. 434 lóerő azt hiszem a teljesítmény, és 550-es nyomaték, ez a fontosabb. Tehát olyan rugalmassága lehet az autónak, hogy szerintem vigyorgunk majd benne, ha kapunk egy ilyet. Remélem, hogy a Jávor Dani nagyon gyorsan fog nekünk egy ilyet, főleg ebben a színben, tehát ez valami gyönyörű.
ugye 7 fokozatú váltó, stb. Az egész autó igazából úgy lett tervezve, hogy a régi E30-as M3-asnak a vezetési élményét jobban visszahozzák, hiszen én a korábbi E92-esre, amivel egyébként autóztattam és szerettük, arra azt mondtam, hogy egy tehén, olyan nehéz volt. Erre azért figyeltek, hogy itt ez jóval könnyebb legyen, és maga ez a turbomotor miatt szerintem sokkal kellemesebb karakter az utcán is. Miért van M3, amikor megegyeztünk abban, hogy a kupé mostantól a 3-as kupé lett ugye a 4-es gyakorlatilag, és ugye érkezett a hír, hogy lesz M4, majd egyszer csak megérkezik egy M3 is, tehát van lépcsős hátulból is M-es modell, minek? Volt ez korábban is, tehát már az E36-ban is volt a limuzinból M3-as, úgyhogy ugye meg az előtt modellből is volt, az E90-ből is volt M3-as, tehát igazából meg akarták tartani, hiszen van erre igény, hogy a 4-ajtós limuzin kasztív is legyen M modell, ugyanakkor a 4-eshez szerintem tényleg jobban passzol ez a karakter. Meg igazából szerintem az M3-as név annyira befutott ott, hogy kár lett volna eldobni. Most az M4-nek még azért jó néhány év kell, hogy az emberek elfogadják, hogy az is egy nagyon komoly sportkocsi. Ilyen szempontból tényleg furcsa, hogy most kettő van egyszerre. A két autó, a gyár direkt úgy tervezte, hogy ugyanazt tudja, tehát szögre ugyanazt tudja, tehát nincs különbség, csak tényleg, hogy a 4 ajtó vagy 2 ajtó. Kicsit engedjük el a sportmodelleket, és nézzünk meg egy olyan autót, amely gyakorlatilag megszólalásig hasonlít a Kia Carensre, és az érdekes, hogy ez is a BMW-nek a bemutatandó autói között van, erről mesélj egy kicsit. Igen, ha megnéztük ezt az autót, ha azt mondtad volna, hogy a múlt héten ezzel jöttem be, majdnem igazat mond, nagyon erősen hasonlít a Kia Carensre, furcsa, mint ahogy egy BMW standon egy ilyen egyterű kis modellt látni, az is furcsa. Elértünk oda, hogy már a BMW ilyen modelleket is gyárt, szükség van rá, vagy nem tudom. Ugye ami a másik nagy újdonság, hogy első kerékhajtású, ami hát, szintén érdekes, de hát a BMW garantálja, hogy olyan vezetési élmény lesz, mint az összes többi BMW-ben. Azt nem tudom, hogy mikor eddig azt mondták, hogy csak hátul hajthat, mert különben a vezetést befolyásolja az első kerékhajtás, mert kitalálták, hogy ez náluk mégsem igaz. Biztos, hogy a széles közönség számára érdekes lehet, nekem annyira nem az. Ugye a i3 pedig az évautója választáson második lett, talán ezt még érdemes róluk elmondani, nekem az sem az. Amit szerintem otthon is talán népszerű lehet, hogy a 4-esből lesz az a Grand Coupé, ami megint csak egy őrültség, hogy van minden modelljük, és abból csinálnak egy Grand Coupét, tehát minden kupéból. A 4-es Grand Coupé az ugyanaz gyakorlatilag, mint a 3-as mennél, csak egy kupés tetővonallal. Tehát ez már nekem így bonyolult, és nem hiszem, hogy erre van szükség, de nagyjából az összes prémium cég most már azt csinálja, nem létező piaci réseket építi be új modellekkel. Az FKF ZRT Csepeli telepét gyakorlatilag már annyira ismerjük a téli szezon óta Jánossal, mint a tenyerünket, hiszen elég sok autót kipróbáltunk itt. Azonban március idusának közelettével, már tavaszi dolgokra felkészítve, egy újabb feladat elé fogom állítani pici szemüveges barátomat, méghozzá, hogy egy Mercedes Actros-t vezessen, amelynek már felszívó rendszere is van, ez következik most. Mai vendégem, vagy inkább én leszek az ő vendége, egy Mercedes Actros lesz, viszont sokkal többet én nem tudok erről az autóról, úgyhogy szerencsére ma is van segítőm, Kurcsán László, és őt szeretném megkérdezni. Egyrészt, hogy van rajta ez a hatalmas vas, ezek szerint ez az autó is annó télen hókotrásra volt beüzemelve? Így van, hogyha leesik a hó, akkor kollégák egyből a műszakon átszerelik, és akkor ekét raknak rá sószórót a puttonyra, és az téli célgém. Üzemel. Uh-huh. Ilyenkor ilyen mosóautó lesz belőle, vagy ez takarítóautó igazából most? Így van, ilyen önfeszedő gépjármű, ami a szegélyekre, illetve a lombszívást, többféle állítani funkciójuk van, és akkor az van nyáron, és télen meg a hótolás, meg a sószórás. Na nézzük meg közben oldalt, hogy pontosan hogy megy ez a folyamat, mert itt azt látom, hogy itt elő valami locsoló van rajta. Így van, egy ilyen 4 fúvóka, hogyha olyan poros az úttest, akkor azt is beindítjuk. És akkor van itt hatalmas keresztbe, egy hatalmas seprű, meg ilyen kicsi seprűk, ezek ki tudnak oldalra jönni? Igen, oldalra kijön a körseprű, illetve a henger seprű van alul, és van a torok, amivel fel tudja szívni a besöprött port, levelet, illetve flakonokat, hogyha ilyen nagyobb szemét van az úttestére. Ez egy nagy tartály itt, amit látunk, ebben mennyi kosz fér el? 10 tonna hulladék fér fel rá. És akkor ez egy ilyen fellazított kosz, amit utána hol hát, ez ki? Bányákba. Megvan adva, hogy
melyik bányában, amely közel van a kivegyünk, illetve van ilyen munkavíz, ami 3,5 köbméter fér rá, hogy ne poroljon a lakosok felé. Aha. Nagyon jó. Itt hátul menjünk hátra, mert láttam egy hatalmas nagy csövet. Az mire való? Mert ez úgy néz ki, mint egy nagy porszívó. Nagyot tévedtem? Nem. Ez lombszívásra szoktuk használni. Összehúzzák a kollégák a leveleket, illetve a porszívóval, ilyen olyan, mint porszívó cső végül is, lombszívónak hívjuk, akkor ezt leveszük, és a kollégák a lombokat összedik. De akkor vagy ez, vagy az a funkció? Igen, csak egyszerre egy funkció megy. Természetesen vagy a lombszívás, vagy pedig a önfelszedő gépjármű, ami a szemetet felszedi az úttestről. Hát akkor menjünk, próbáljuk ki, ez nagyon érdekel. Ó, légrugós! Szék, nagyon kényelmesek különben. Ó, és így visszatolt. Ah, nagyon jó. Hú, na, mondd el akkor nekem ezt, hogy pontosan ez milyen merci, mert nagyjából én teherautókban teljesen nem vagyok képbe. Egy Actros típusú, a legnagyobb a kategóriájában. Hát nincsen benne hálófülke, meg stb., de így a mi gépjármű parkunk között ez egyik legnagyobb különben. Nagyon komfortos. Minden számítógépen működik, kiírja, mennyi üzemanyag benne, mennyi AdBlue van benne, meg a további szervizeléshez mindenféle adatot. Azt nézem, hogy nincs kuplunk? Tehát ez automata. Nincsen automata, illetve manuálisba is át lehet kapcsolni. Az automatát az főleg télen használjuk, mikor a hintőanyag, illetve a tolólap rajta van, téli célgépként üzemel. Értem. Akkor beindítsuk? Be, hát jobban a kormány. Fék. Igen. Aha. Ez a nagy panel micsoda? Ez hát a nyári célgépnek a felépítményhez szolgál. Itt be lehet kapcsolni, gyújtást rárakod, akkor van egy külön kis motor, ami a hátsó részhez kapcsolódik, ezek a vizek. Torokvíz, utána a körseprő, hengerseprővíz, és az első lökhány alatt az a víz, amit ott néztél. Most el kéne elindulni. Így van. Ugye? Ezt gondolom, ez a... Az kézifék. Kézifék. Féke van. Ami megnyom a gázt, mondom, el kell indulni. Így van, szép lassan. A munka sebessége 2-3 kilométer, hogyha a seprőkünk van. Így, hogy automata, de kényelmesebb vezetni, mint amiket eddig vezetve. Hát szép, hogy előre látsz, sokkal jobb, mint már majdnem egy személyautó. Igen. Nekem nagyon kényelmes. Gondolom, szeretem is vezetni. Szeretem nagyon kényelmes. Na, most feltöperítjük itt a telephelyet. És egyébként ugye mondtad, hogy 10 tonna szemetet tud felszedni. Így van, így van, abszolút. Azt tudom, az hogy érítetek, hogy ez egy billencs? Vagy... Igen, utána van itt egy hátsó ajtó, meg megbillen az egész. Aha. És akkor itt nem bent tudod irányítani, mikor a bányában kint vagy. Aha. Természetesen mérlegelés van előtte és utána. És például az nem fordulhat elő, hogy mondjuk egy ilyen vízzel felhajtott koszt felszív és ott a csövekben megragad? Azért kell pontosan a víz, hogy ne ragadjon meg a torkot is, a toroknak is ad egy munkavizet. Hát ez nagyon tetszett. Köszönöm szépen. Ahogyan a Honda standján is az egyik legfontosabb autó volt ugye a WTCC versenyautó, természetesen a Citroennél, akik egy éve fejlesztik és készülnek, hogy idén oda csapnak az új beszállóként, itt is a CLIZ WTCC versenyautó legfontosabb, és rajta van egy negyedik név, ami gyakorlatilag pár napja lett nyilvánvaló, egy kínai versenyző, akinek le kell olvasnom a nevét, mert nem tudtam még, Ma Kingua. Ő a... Rosszul ejtem. És valószínűleg biztos, hogy rosszul ejtem. Na, ő egy olyan versenyző, akiről azt mondták a sajtóanyagban, nagyon vicces volt a sajtóanyag, hogy régóta terjedtek a hírek, nagyon sokan tesztelték, és ő is kipróbálta, és már várni lehetett a hírt, hogy ő beülhet. Szó nem volt róla! Tehát amikor bemutatta a Citroën Sport, hogy mivel fog 2014-ben versenyezni, akkor a harmadik López autója is még kérdéses volt, és akkor egy nap előtte aláírták a szerződést, hogy az argentin López mehet a kocsival, ugye Sebastian Loeb és Ivan Müller mellett. Szó nem volt a kínai versenyzőről, és most bejelentettük, hogy lesz kínai versenyző. Ennyit a WTCC-ről. A Citroënnél sok olyan újdonság van, többek között egy érdekes kis SUV jármű, aminek talán a különlegessége az, hogy az oldalát be lehet nyomni, egyáltalán nem értem miért. János, védd meg az autót. Annyit akarnék még hozzátenni, hogy számunkra a legfontosabb autó, mert valójában a leghátsó eldugott sarokban van a WTCC autó, ami érdekes. Igen, elől a fényben ott egy kaktuszt látom, hogy nem is egy, hanem azt hiszem négy. Ez egy új ilyen crossover, ugye már beszéltünk ilyenekről, Nissan Juke, Renault Captur vetétársnak szánják, és ugye a Jeep Renegade.
ami szintén újdonság lesz, ilyen városi kis buli terepjáró, bár annak nem nevezném, igen, ez benne a nagy szám, hogy puha betétek vannak, meg a hatalmas kézifékkar, meg ilyen furcsán néz ki, bár már beszéltem olyan, aki szerint ez szép. Ami szerintem a magyar piacra fontosabb, hogy bemutatkozott itt ugye az új C1, erről is beszéltünk, hogy a Peugeot 108 és az Aygóval együtt ez is megújult, sokkal divatosabb formát kapott, és ilyen vicces, hogy most már van ilyen vászontetős kivitelés, tehát lenyitható tetejű, 7-szoros ilyen nyomkodós, multimédiás központ van benne, ami az okostelefonnal kommunikál, tehát egy modern kis autó lett belőle, egy kicsit az ott Opel Eden felé már így megyünk, szerintem emiatt talán sikeres is lehet, bár a flottára koncentráló magyar piacon ez sem igaz. Oda sokkal inkább érdekessége a C5 Cross Tourer, ami a Opel Insigniához hasonlóan én egy emelt, kicsit crossosabb változat, bár azért sem tévednék terepre, de ettől független egy izgalmas újdonság. Igazából nekem van hiányérzetem, hiszen nagyon nagy durranás most nem láttunk itt. Én vártam, hogy ezt a Multiert, ugye ez a nagyomású levegővel dolgozó hibrid hajtást bemutatják végre, hiszen tavaly is már mutogatta a Peugeot és a Citroën, most sincs itt, tehát hogy De most egyáltalán nincs itt. Ha jól tudom, valahol itt valamelyik tanulmányban ugyanúgy megtalálható maga a hajtás, ugye nagyon reklámozzák már mióta, hogy ez a jövő. Ez a jövő még vár. Buongiorno signore e signori e bentrovati alla Lamborghini. A Lamborghini kiállítási területére sosem könnyű bejutni, hiszen gyakorlatilag minden autót és minden métert nagyon-nagyon próbálnak körbevenni, megvédeni. Ugye ez egy nagyon különleges jármű, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a Porsche csoport tulajdonában van pár éve, és nagyon sok Audi belső rész és külső rész is visszaköszön ezeken a kocsikon, de nagyon fontos, hogy itt legyünk, hiszen van egy új autójuk, ugye ők nagyon ritkán mutatnak be autót, ellenben azt gondolom, hogy amikor új autót hoznak, arról mindig érdemes beszélni. Igen, hát legutoljára ugye az Aventador volt, ami nagyon fontos, ugye a Veninóról, amit tavaly néztünk meg, arról nem beszéljünk, mert három darab készült. Most ugye ez pedig a legfontosabb modelljük, hiszen a Gallardót váltja le a Huracán. Bár azt mondom, hogy leváltja, de valójában nem váltja, legalábbis az én szememben, ugyanis a technikát azt egy az egyben örökölt. Tehát ugyanúgy összkerékhajtás, ugyanaz az 5 literes V10-es motor, most kicsit erősebb, tehát 610 lóerős lesz. Emiatt már a 200-ra 9,9 alatt gyorsult, tehát ez is gyakorlatilag elmebeteg sportkocsikat láthatunk itt folyamatosan. Tehát nagyon komoly sportkocsi lett már az alap Lamborghini is. Az, hogy mellé azt írják, hogy 12,5 liter teszik, hát észé a piszé, főleg ha valaki arra használja, amire való. Bár nem tudom, hogy utcán hogy lehet ezzel normálisan közlekedni, bár 7 fokozatú dupla kutungos váltó van benne, tehát minden megvan benne, ami szerintem egy fontos, egy ilyen jó sportkocsihoz, de én többet vártam. Tehát ez, hogy ugyanazt a motort örökölte, ugyanazzal a hajtással, ez egy formailag meg egy Aventador, tehát egy, valami új, még egy kis ízt belevéhettek volna ebbe a projektbe. Ennyi volt már a garázs, de a jövő héten velünk tartanak, még egy hét erejéig visszalátogathatnak ide a 84. Genfi autószalonra. Addig most zárjuk a műsort, de szokásunkhoz szíven ajánlom, figyelünk be internet oldalainkat, most már tudják, kettő van. Az egyik a www.garazs.tv címen, ahol a régi adásokat láthatják, a másik pedig a www.speedzone.hu címen, ahol naponta frissülő hírekkel, videókkal találkozhatnak. Köszönjük, hogy ezen héten is minket választottak, és ne feledjék, garázs, ahonnan az autózás indul. Csomagolás technikában kizárólagos partnerünk a Napi Labdétó. A garázs videokonferencia partnere a Streamnet. A garázs támogatója a Kamera Kft. A garázs autóinak tisztaságáról az EasyWash gondoskodik. Automotor és Tuning Show. 9 rendezvény csak egy belépővel, amelyel akár egy kabriót is nyerhetsz. Itt a helyed. Március 21-től 23-ig a Hung Expo-n. Minden info az amts.hu-n. Vagyontárgyai esztétikus védelmét bízza a magyar termék nagy díja Steelvent kerítésekre és kapukra. A garázs számítástechnikai partnere a notebook.hu internet oldalt üzemeltető Digitaltech Europe Kft. Együttműködő partnerünk a Mind Global, a humán szolgáltató. A garázs TV stábja kizárólag a Canon termékeit használja.